No, ez már megsengedett, hogy kopogtassam. Na, tessék. Én csak idáig jöttem most. Lássam meg, mit csinálsz, visszahoztam a könyvedet. Nézem, hogy hol van Jancsika. Kiolvastad a másik? Nem volt, de kiolvastad. Most sütöttem egy kicsi falacsit, sütöttem neki. Nehogy lehet enni. Hány lehagytad a mandarinkország? Hány honnan tudja? Hány tudom, hogy tudom, hogy így. Nem tudom, most már. Kétszereket az otthak egy felület. Istenem, és ő ette meg? Ő ette meg. És az almát, marmát is hozta. Almát is hozta. Ne hozta. Hát hogy ne hoztam volna? Két almát? És mellette a mandarót, a nevűgyéskét. Még két jó nagy almát hoztam. Akkor vettem Jutkától négyet, és mondom, kettőt elhúzok neked. Ez olyan, hogy ennek. Na, még langyos. Úgyhogy. Na. Hát ne add oda. Ez nem kérdezően. Hát, mocsok pofátlan kölyök. Nem kérdezően. Probléma. Itt van a két jelzőben, egy naptárs, egy ilyen. Na, úgyhogy mondom, hozom vissza. Még vasárnap kiolvasta. De hamar nem, jó, nagyok a betűk, lehet olvasni, de mondom, hogy nem jöttem el hazudról, most már nem voltam jól. Mána, egy kicsit ma jobban érzem magam, most mondom, elindulok. Még a reggel kigondoltam, mondom, kavarok be egy kicsi palacsintát, megsütöm, és hozom, hogy frissen egyed meg. Na. Ha mond valamit, mondd meg, hogy neked hozta. Ha mond valamit, mondd meg, hogy neked hozta. Nem vitatkozom. Hát nem vitatkozom, hát ne legyen a pofáda. Hogy mondja meg, hogy mit csinál az anyja. Mondom, figyelj, beellekeljék az ő bajot. De ki várja, Laci vagy Iré? Ki várja Bellát? Bella, hogy jön. Jó, de azt mondom, melyik várja, Laci vagy Iré? Bellának, amilyen szája van, amit rajok fog rakni, azt nem teszik az ablakba. Úgyhogy mondjon akármit. Na, úgyhogy. Na, megkapta?
kaptad, vagy nem kaptad meg. Nem kaptam meg. Még fordítsuk egyet rajta. Ezek mind olyan románák. Én tudom, hogy az másfél. Ez? Igen. Jó. Na, meg tegyem ezt is bétezem. Ez biztos olvastam, nem tegyem, visszarakom. Na, vissza van tényleg. Úgyhogy. Na, régen, hogy ne boruljon ki. Na. És akkor ezt is, mikor kiolvastam, hozom vissza. Na. Mert kapok aztán valami olvasni való könyveket, mert Ilusa elhívott a tegnap, hát az este, normális. És azt mondja nekem, volt Rózsi nálad? Nálam nem volt Ilusa. Hát, hogy jöjjön Rózsi, tegnap mondok. Hát elmentek Jászba, azt mondja, és küldtem neked könyveket, amelyik az enyémnek, ilyen füzetek, amiket odaadtak, és küldök külön egy másik pongába olvasni valót, amit vissza kell majd küldjek neki. És azt mondja, hogy megkértem, hogy vigyék el, és azt mondta Rózsi, hogy ha nem érnek el hozzám, mikor mennek, akkor mikor jönnek vissza, akkor beadják. Na, innen tudom, hogy el vannak merre járjunkban. Na. Úgyhogy, hát tudod, hogy ők nem indulnak korán. Hát mire alszik 11-12-ig, na, úgyhogy, ha azt mondja Rózsi, 11-re menjen dolgozni, és 10:30-kor alig kell fel. Kérdezete, 10:30, mire oda? És akkor, ha persze kocsival menjen, hát 10 perc alatt ott van, lehet annyi se kell, attól függ a forgalomtól. Na, de hogy lehet annyit aludni, én nem tudom megérteni. Na, és akkor... Arra felé mondjuk, na nehezebb, tudod, hogy menjen, mert nem ismeri úgy az utat, mint erre felé. De itt, ha már sötét is van, ismeri Vásárhelyig az utat, tud menni. Na, úgyhogy, na ott is a könyvet mutassák. Na, aztán, olyan szép idő van bentről, de úgy fúj a szél, mikor kijössz, hogy kijavad. Kéne egyről, akkor gyújtott a gyerek tüzet nekem. El voltam vajra. Hát én elkezdtem 11-kor. Na. És ameddig kimelegedik, telik az idő. Na. Akkor azt mondta az apja, nem kell tűzni, mert nincs tegben. Hát nincs az anyja. Nem, mondom az anyja. Egyik mondom, én fáj. Hát egyek is van. Mert én lakottam. Akkor mondom, hogy ezt a felköltözt mondtam, hogy töröl meg a hátam, mert úgy viszket. De az meg is törölte, jó? De zárvazat nem törölte meg. Úgy megfáztam a gondom a felköltözőtől. Hát a vizes volt, persze. Olyan előfáztam, nem tudtam, hogy mit csináljak. A gyermek csinált egy tejet. Megittem a felköltözőt, a tejet. Hát én nem kávéltok a én nem iszok kávét. Váltál, renunciáltam, hát aztán Istenem, ha olyan nagy a vérnyomásom állandóan, ha meg nem halott meg kávé nélkül. Tehelyre vérnyomás. Tessék? Vérnyomás, hogy jött helyre. Hát most leesett 180 per 100-ra. Na de mind 220 per 120 volt. Igen. Na, de az éjjel nem voltam jó. Na, nagyon fájt itt keresztül, és akkor jött itt, nyugodtam meg, erre ébredtem meg. És akkor úgy leizzadtam, hogy tiszta víz volt a hálaim rajtam, érted? Hát ez mind a szívtől van. Az este is tettem nitroglicerint a nyelvem alá, a gyógyszerek után, és az éjjel is tettem egyet, és aztán nem, jobban lettem. Nem jól, de jobban. Na, úgyhogy... Én reggel fél hatkor megébredtem, nehezőszkor. Vegyúzott a jél a szobába, a konyhába vinni. Engem. Akkor bement a fürdőbe, és akkor én fél gyújtottam a vizet, és
ez imádkoztam a jövegetem az almát, imádkoztam. És nem mondta, hogy nem tudom, mit szólom. Na persze, kimen akkor már az állam aztán ment. Nem tudom, mit szólom. Anus, azt hiszem, hogy 4:45-kor kapcsoltam be a tévét, apró tévét, már nem tudtam, mi van, tettem a magyarokat, szóval nem tetszett. És akkor tettem a Pro TV-t, mondom, el meglássam, vannak hírek, vagy mik valami olyan korán. És hát a legtidebb játsza volt. Hát az van nappal is, csak nem tudom hány óra, akkor nem szoktam nézni. Kézzel bemutat egy családot, férsfeleséget, és van két leja. Hát az egyik leján, hát olyan 16-17 évesek, olyasmik. Az egyik az édes leányuk. A másik egy nagyon jó családi barátnőm, a férfi az előtt már nem tudom mennyivel meg volt halva, és a felesége az is meghalt. És akkor a leánkat magukhoz vették ezek, mi barátok. No, de annyit cirkuszoznak a két leánkkal, mert ez féltékeny a saját leányok, tudod? Nagyon csúnyán viselkedik. És akkor elkezdi, hogy jobban van a leánk az ő apjával. És akkor az iskolába is, ott is lekiabálja, összeverekednek. Akkor behívják az egyik leánt, aki ott volt, ami történt. És akkor mondta a leánka, hogy kérdezte a tanár, hogy miket mondtak. És azt mondja leánka, hogy hát azt is mondta, hogy ő látta szemével, hogy ölelkeztek az apjával, és még valamiket mondott, hogy mit csinálnak, de én szégyellem elmondani. És akkor kimennek. Hát már úgy állnak szinte, hogy várnak el, értede. És akkor, mikor el voltak neve, mert Brassói a leánka, és ezek aztán Bukarasavula, nem tudom. És elmentek oda haza, a leánka akart menni haza az apjával, hát nem tudja, hogy apja, persze, csak a barát az apja, az anyjának, és elmennek Brassóba, de mind a két leán menjen. És akkor ott kivágja ez a díszisztit, az édes leán, és már meglássa, hogy a leánka nagyon el volt keseredve, átélte, hogy halt meg az anyja, beteg volt, mi volt, és akkor a pasas így átölelte, hogy vigasztalja meg. És akkor ebből lett egy nagy cirkusz. Hát vissza is mentek. Na, már mondom, úgy állnak, hogy szinte válnak el. És akkor beszél a leánka a pasassal. Elment hazulról, hagyott egy cédulát, nem akarja, hogy több diszkuszió legyen közöttük, inkább elmenjen hazulról. Hát a pasas el is indul, hogy keresse meg, mert az a biztos, hogy Brassóba kapja meg. Hát meg is kapta ott az állomáson, a busz megállóba, várta a busz, hogy jöjjön, hogy menjen Brassóba. De neki Brassóban nincs senki a leánkának, csak megvan a ház, ahol laknak. És leül, mondja a pasas, hogy jöjjön, beszélgessenek egy kicsit. Leülnek, és beszélgetnek, de közben, mikor ott voltak Brassóba, akkor a pasas megkapott egy naplót, ami az anyjáé volt, a leánnak az anyjája, vagyis ő a leánkának az apja, képzeld el. Ő nem tudott róla. Hát egy hetes kalandjuk volt a jó barátnővel, és aztán többet nem találkoztak. A napbarátja nem mondta meg, hogy terhes és leány, szóval van egy leánya. És akkor megkapta, mit tudom én, hol a naplót, és elolvasta, és oda minden le van írva, hogy az ő leánya, és hogy kérik, hogy vigyázzon, és mindenféle. És akkor persze már az ember tudja, hogy az ő leánya. És akkor miután megkapta a leánkát ott, azt mondja, hogy jöjj, menjen, mert beszélni kell, beszéljenek. És akkor mondja a leánkának, hogy én valami nagyon fontosat kell mondjak neked. És azt a leánka, tudom, hogy mit. És azt mondja, pasos, honnan tudod? Tudom azt, hogy mit akarsz mondani. Azt mondja, a férfi, tudd meg, hogy te az én leányom vagy. És azt mondja a leánk, hát tudtam,
Hát te honnan tudtad? Hát megkaptam anyámnak a naplóját, elolvastam, és olyan helyre tettem a naplót, ahol te megkaptad. Mert másképp nem tudtad volna holnom, képzeld el. Na, és akkor megöleli a leányát, nem mondja, többet nem lesz probléma, nem tudom mi. Na, hazamennek, akkor képzeld el, hogy mondja a felesége kiabál, nem tudom mi, hogy a leányát visszavittes, akkor pedig az asszonynak volt a legjobb barátnője. Akkor mondja a pasas, hogy üljenek össze, mert ő valami fontosat kell mondja. És mi a fontos? És akkor megmondja, hogy Julian, Juliannak hívják a leánykát, az ő leány. Haj, felszökik az asszonynak a cukrot, kezd kiabálni, hogy létezik. Az ő legjobb barátnője ilyesmit csinált vele, nem tudom mi. Azt mondja, a pasas, ide figyelj. Találkoztunk, jól megértettük egymást, egy hetes kaland volt, többet soha nem találkoztunk. És mióta tudod, hogy leányod vas? Azt mondja, pasas, hogy most, mikor Brassóban voltunk, akkor kaptam meg a naplót. A leányka is bizonyítsa, hogy igenis ő tette olyan helyre a naplót, hogy kapja meg az apja, mert ő már tudta, hogy az apja már nevek belé voltak írva. Na, és aztán mutassa, hogy 2 hónap múlva, 3 hónap múlva helyreáll a családi béke, akceptálják a leánykát, mint testvére a másiknak, apáról testvére, és együtt mennek kirándulni Brassóba. De mondom, ameddig ez a herce húzta volt, tudod, veszekedés, minden, érdekes volt, na. Úgyhogy, aztán... Gyermeknek az az ideje, hogy a bőzény, ami 4-10 van, én nem írom a bőzény, 4-10, nem írek semmit. Néha nem írhetek meg a filmet, amit a való végig, én akkor nem írek semmit. És akkor szemet tudottam be, kállandéval. Mi? Na, azt mondja, hogy mondta a barátjának, címba, hogy te volna, hogy milyen és hogy milyen jó a fényzem. Hát mondom, nem érek semmi. Hát, ha, hogy bégen abban a helyben el van kapcsolva. Nekem nincs, aki kapcsolgassa, tudod? Én nem is kapcsolom, én csak háromkor. Hozzá be háromkor. Ha bégen reggel, színet kérményre. De látod, hogy nincs kivel beszélni. Egy falu egy nóta. Abszolút nem érdekel. De hogy mondasz, hogy nem érdekel. Mert jön is, hogy neki van már szomó. Érzem azt, hogy ha ne nem olvas, akkor mind dolgozni valahol. Például volt valamikor, ezelőtt 1-2 éve, mit tudom én, mikor volt, Lucia a sors üldözöttje. Hogy mi történt? Hogy akkor kerültem ott be a kórházba, vagy minek, de én nem láttam meg a filmnek a végét. De akkor a románoknál volt. És most a magyaroknál van, az RTL 2. És akkor 3-3-tól van egy film, és azután van egy másik film. Az, amelyiket mondom, és azért nézem, hogy lássam meg, hogy a vége mi lesz. Végignéztem, és még sem tudom, mi volt a vége. Na, ez is érdekes. Azt mondta, hogy még mellett még a film, akár hányra akkor akarok, mert még nincs vége. Ha nem tudom, hogy nincs vége, meg kell nézni, hogy végződik. Ha persze. Akkor csak miért bőlük? Vissza emlékszik, Isten nyugtassa. Nem kapcsolható ennek. Na. Kell néz a filmet. Isten nyugtassa Nagy Vilit. Én hallgatom, inkább hallgatom. Na, ő nem nagyon nézett így filmeket, de volt az a Mári már, emlékszel? Igen. Na, úgy szerette azt a filmet, hát fiatalok voltak, tudod, és minden, és hogy Mári már annyi mindenen keresztül ment, és nézte, annyit nézte, hogy sokat. És az utolsó epizódot nem látta. Azért, mert úgy esett,
hogy vagy szület, de azt hiszem születésnapja volt, és akkor odálltak a barátok, spityűjék, mindegyik, és nem tudta megnézni a filmet, érted, a végét, hogy ő hogy bántotta őt, azt mondta, ameddig élek, többet soha a filmet nem kívül. Nem tudta, mi a vége. Na, s rossz, miért gyerődik az ember? Na, hát ez, ami van 3:43-tól 3:45-ig, a magyarok, nem mondom, az RTL 2-t, az is családról szól. Képzeld el, hogy volt két barátnő, hát érezt adnak, melyre normális, mint a kettő, egyiknek is. Egyiknek van egy fia, a másiknak van egy leánya, és egy fia. És mi történik, mi nem történik? Hát a, van vagy négy vagy öt család, mind a családon belül vannak, akik társasok, részvényesek egy vállalatnál. Ilyen ékszer járuk van valami. És képzeld el, hogy mutassa, ott vannak egy nyaralóba, de hatalmas nagy nyaraló, egy estéval, és az keresi ez a barátnőit, hogy hol van. És mondják, kérdezi, hogy nem látták? És azt mondják, hogy nem. Na azt mondja, felmegyek a szobájába, nézzem meg, hát hogyha ott van. Fel is menjen a szobájába, és képzeld el, a barátnője meg van lőve. Kijött a száján a vér, s ittes, meg van halva. És amikor meglátta a pisztolyt, hamar felvette, hogy lássa meg, hogy igen, de aki meglőtte, az kettős fézzel csinálta. Az, amikor ez bejött az ajtó hátához, ment, és mikor háttal volt neki, az megfogta, levágta a földre a fehér népet, és drogot rakott a szájába ennek az asszonynak. És akkor így jött ki, hogy igenis, drogot ezért szedett, és abból kifolyólag lőtte le a barátnőit. És elítélték életfogytiglani börtönre a fehér népet, de hát egész fiatal asszony volt. És akkor aztán valami csökkentés jött, és lecsökkentették 17 évre. 17 évet ült a börtönbe. Tiszta ártatlanul. Na, a fehér nép. Persze. És akkor a gyermekekkel elhitették, hogy meg van halva az anyjuk. Nem akarták elárulni, hogy börtönben van. Nem is látogatta abszolút senki a családból. Most 17 év után visszajött, meg van jelenve, mert a maga a vállalat, hogy úgy mondjam, menjen tönkre, falimentet fogadni. És akkor kerestek valami idegen befektetőt, aki be tudna szállni egy bizonyos összeggel, addig, ameddig ők helyre tudnak állni. Na, ezt meghallotta a fehérnét, és egy ügyvédje van neki, aki kiszabadította a börtönből is, és az tárgyal ezekkel, és mondja, hogy igenis, van egy idegen befektető, és az beáll a vállalathoz, nem. Mikor meglássák, hogy az idegen befektető megjelenik, a gyermekeknek az anyja, a pasosnak a felesége, hát akkor nem akarnak, még szóba se akarnak állni, tudod? És akkor, hogy került oda? Mit keres ott? Biztos megszökött? Nem szöktem meg. Jó maga viseletét lecsökkentették 17 évre. Én 17 évet ártatlanul ültem a börtönbe, de a gyilkos közvetek van. És eljöttem a jussomét, ami jár nekem, és tudjátok meg, hogy ki fogom deríteni közületek, melyik a gyilkos. Na most azt mi mutassa, tudod, most összehívta az egész családot csak oda a nyaralóba, hogy beszéljen velek, hogy lássa meg, hogy mit tud meg. De közel megkapta a barátnőjének a naplóját. Volt egy nagy kép, mint fele annak a barvédőnek, és úgy félre volt csúszva, és ült a fotelbe, és felállt, hogy egyenesítse vissza, és annak a hátától kiesett a nap, és aztán ott elolvas mindenfélig. De ki van tépve, vagy három lap a naplóból. Aztán, hogy most mi lesz tovább, úgyhogy nem, se nem verekedő, se nem semmi, fiatalokról szól, na nem, mondom, vannak gyermekek, úgyhogy jó. Magyarul megértem, és nem kell olvassam, tudom? Na, úgyhogy
Aztán, ha fáj a szemem, nem tudom olvasni. Na, én ülni már nem ülök, alig várom, olyankor feküdjek le, érted? Annyit ülök. Mert kézi munkálok, s akkor ülök, s... na, mondom, hogy. Aztán most megyek haza, s gyújtok be a csempébe, már a konyhába kiadta tűz, s akkor megrakom kétszer, s aztán többet nem tűz belök hónapig. Mikor? Ez a tűz, azt mondta ide, hogy nem gégeti, mert erősen meleg. Hol van meleg amúgy? Abszolút nem volt tűz, de jön végüzet, se az este. De mi volt meleg? Hát nem is lehet. Máma, elmegyek, hogy nem csinálják egy tüzet, mert meg vagyok fagyva. Akkor nem tudom, zaklátolod, hogy kiment valahol. Megkérdez az a tervezőhez, hogy egy csinálni konyhál csempébe. Az nem kell a tűzműség. Hát jó, ők járnak, mozognak, ami egyszer az, hogy fiatalabbak is, érted? Most mondom, hogy emlék, jó, hogy a lény a fát megvettem, sietek, mondom, hogy nekem nem lehet születni, mert így van. Na, s hallgattam, hogy erről még önmondtam. Nem tudom, megmutatja ez az apjának. Pofátlanság tetőfok. Ha én csinálok, mondom, fél kettőkor, valaki bement a fürdőt. Gondoltam is, hogy a fiat. Nem tudom, készítettem nekem az imponzóval tavaly, nem fizettek ki a szemetet neki. Hát nem, hát nekik miért fizessem ki? Neked ki volt fizetve? Legfélre két millió lesz. De miért fizetted ki, Anus? Mi? Az az övék volt a szemétpénz. Miért fizetted ki? Neked ahhoz semmi között. Nem mondom, azt mondjuk, hogy miért vagyok. Hát, azt mondjuk, most kifizetek nekünk az igen, és? Akkor nem most állított, hogy nekem is még van impozit a szemétre. De nem neked volt, hanem nekik volt a három, ne hazudjon. Nem most állított, most jön. Nem igaz, ne hazudjon, mert nekik volt a három szemétpénz. Na most a tavaly én voltam, tudom, mit beszélek. Akkor azt mondta, hogy én kell ki olyan készmérőre. Hát igen, az is csak a tavalyi az övék a három, de az idei a három megvan. Én azért mondtam, hogy én nem szólok belé, úgyhogy... Ő mondta nekem most, így volt azt, mivel azt kell rekendezni. Olyan készen le a szemét, de készen le a lufa, a limpozik. Istenem, nem igaz. Anus, az a papír, mit megmutattál nekem akkor, ami papírt megmutattál az adóról, hogy Jancsikát elfizetett. Ott meg van írva, hogy mennyi egész évre az adó. És akkor oda van írva, hogy 2015-re, ami nem volt kifizetve tőlük a szemétpénz ennyi, és 2016-ra ennyi. Ők a két évre majdnem 3 millió lehet kell fizessenek szemétpénzt, Anus. És neked annyival kevesebb lett volna. Hallgass meg! Ilyen helyre vagyok. Mert Anus, én egy helyre vagyok. Kérdezem, hogy jelenti, hogy apádózott fizettek ki a répúzisot. Hát meg kell kérdezem, csak alakszik. De mégis megkérdeztem. Csak kitálta, hogy... És az is olyan kiabált, hogy mit írják, hogy kihegyedem, hogy ne fizettem. Na, pénz itt van, aki olyan van, pénz nem tök az vele. Mondom, nekem nem a pénzért, hanem a fizet kér. És akkor elment, kihegyedte, és akkor mondta nekem, hogy majdnem 2 millió lett volna, amit egy kihegyedték a tavalyra. És én nekem tegyek, Istenem, amire csúfolkodnak vele, ne haragudják. Na, minden pénzedre tervezd meg. Mindez, ha
hazugsága. És hozta a faktúrát onnan? Hm? Kérlek. Jó, de hozta a faktúrát neked a papírt, amivel kifizette? Persze. Igen, hol van? Hogy messze van? Hogy nézem meg én, hogy mit ér rajta. Én megmagyaráztam Jancsikának. Én megmagyaráztam nekem, mert azt mondta, hogy nem kell fizessek semmit. Az nem mondtam, hogy azt mondja, hogy nem fizetem ki az inkorfizot, ha a személytel. De azt nem kell, kell fizetni. Én többet nem mondtam. Én megmondtam Jancsikának, mondd meg Jancsik anyádéknak, ha Kiriában laknak, ha Garzonban vagy apartamentben, mindenkinek személyekre van kiadva a személytény. Az mindegy, hol laknak. Érted? Semmi köze ahhoz, hogy te itt laksz, vagy nem laksz, vagy mi van. Ők hárman vannak, három után kell fizessék a személytényt. Hárman vannak, egyik két is, a másik is valakit. Ha ez az. Mert mondja gyermek. Te fizet. Na, azt csinál, semmi más nem csinál, én csak ti valaki. Az a... Akkor olyan halvány volt, hogy alig lehetett látni. Azt írj fel a vénemzőzásra. Nem kell oda meg az ablakot, jön valaki. Vagy Tinsz, hogy jaj, hordja talicskával hátra a ganyét. Tettek egy szekér ganyét, hogy ganyítsák meg a kertet, hogy tudjanak tavasszal ütetni belé. Meg akartam kérdezni, hát Gyuszi, megengedő, hogy ütessetek? De mondom, nem. De mit ér? Én nem kérdeztem. Hát én sem kérdeztem. Ebben mondtam, hogy gyermeknek, hogy Gyuszi, megjegyszél a tegnap is. Mondom, hogy akarja rázolja, meghaltom, hogy nem. Nem tudja. Az elég kicsit, hogy kész a mostékét. Mert így jössz együtt ilyen mostékot, akkor jön, hogy adja a mostékot, akkor hajtani az is. Van is csak ennyi papírod van? Annyi. Hát nem, nem, igaz. Még papír kell legyen. Még valahol papír kell legyen. Anus, ez az, amivel Jancsika eljárt, hogy odaadnák neki. Ez. Ez a 2015-ös adó, ami ki volt fizetve, amit én fizettem, emlékszel, visszahoztam belőle a differenciát. És ez csak 250 lej van fizetve személypénz. Itt adó nincs fizetve. Annyira a 2000-re, maradtam még 4-re is. Jó, de adó nincs fizetve, semmi. Nem tudom, miért fizette. Nem fizette semmi adót. Ebben adó nincs fizetve. Azért mondom, hogy még egy papír kéne legyen. Ha de me, most már jövő hét végén péntek, szombat, vasárnap valamelyik nap kapom a nyugdíjt. És akkor menjek, hogy fizessek én is bár 100-150 lejt. Hát nincs miből kifizessem egyszerre, de valamit adjak, tudod? És akkor megkérdezem. És leírattatom Enikővel. Hogy tudjad. Na, itt hogy nem jövő héten, aztán való héten, tudod? Ma akkor menjek, hogy
Jaj, én vagyok, hogy egyszer ez a baj, és egyszer ez a baj, és én vagyok a hibás. Igen. Azt hiszik, hogy az ember öreg, akkor már hülye is. Én mondtam gyereknek többször, hogy menjünk így érezek ki, illetve az adott, vagy nem. És akkor össze nem kell bárt, hogy megvan a pénz, megvan ennél fel a pénz, nem mit tudom én. Na, szóval egy könnyű. Jó, de mennyi pénzt adtál oda te neki? Akkor azt mondtad nekem, hogy 400 lejt adtál oda. Te mondtad annos. És akkor abból 250 kifizette az övéket. Annyi pénzre mozgat szóltam. Ha értem! Na, de hát nincs itt feltüntetve sehol semmi. Na. Úgyhogy. Mondom, jövő héten nem, mert mikor teszik le a nyugdíj, tudod? Mert 13-án szokták, de vasárnapra esik. És akkor azt jelenti, hogy teszik pénteken már vagy. Vagy szombaton, hát mindegy, van, mikor teszik le, tudod? Na, és akkor kiveszem, és úgy kett felé már menjek. Hétfőn nem indulok el, mert annyi a cerán bejöve, mindenhol fizetnek, annyian vannak, nem lehet odaférni. Na. És akkor a kábelnél is, a múltkor is, mikor februárban mentem, minden fizessek, hát egyszerűen indultam el, mert szombaton este hozta Levente a pénzt, akkor is pénteket tették be, csak nem volt itthon, és szombaton elment, és kivette. És akkor, na mondom, hétfőn menjek, mert már vagy kétszer-háromszor csengettek a telefonon, hogy nem fizettem ki a telefon. Tudod, robot van beállítva, és akkor az csengeti a számokat, amelyet nincs kifizetve, és akkor mondja a robot, hogy na, olyan mérges voltam, és na mondom, elmentem, hát délbe indultam el hazulról, nem igaz, hogy hamarabb, de olyan jó volt, mert a kábel, vagy izénél a postán se voltak sokan, kifizettem a villanyt, a telefont, akkor elmentem a kábelhoz, ki van írva, hogy hétfőn szabadnak. Na, és akkor aztán lejöttem a nyugdíjasokhoz, mikor aztán jöttem, volt ide is le. Kifizettem a nyugdíjt, amit kellett, és akkor aztán eljöttem még egy nap hazulról, és akkor mentem, és kifizettem a kábelt. Úgyhogy így hétfőn nem indulok ezután el, tudod, hogyha tényleg szabad, akkor minek járja kétszer. Na, úgyhogy ez volt. Na. És úgyhogy akkor úgy osztom, szorzom, tudod, mert a nyugdíjosztályhoz is elég sokat kell adjak, és akkor bár 100-150-et adok oda is, tudod, hogy kezdem meg, hogy vagy 2-3-szor még kifizetem. Na, tavaly mint 100 lejénként fizettem, és azt mondta Enikő, hogy ne tessék problémát csinálni, még 50 lejénként fizettem. Azt mondja, nem jut több. Egész évben mi fizessük. Na. Hát mikor végeztem? Azt hiszem novemberben adtam meg az utolsó részletet, mondjam úgy az adóba, és 2 lej penalizálé volt. Hát a 2 lejét nem volt érdemes itkassam magam. Na. Úgyhogy kifizettem, és aztán meglássuk. Hát beszéltem Mircsával egyik nap, hogy kérdezem meg, hogy Mircsulikának lesz az idén még fája eladó, mert nekem Mircsulika tavaly lemente hozott, vagy 4 adagot, de most mit tudom én, hogy tud-e hozni az idén, vagy nem, vagy mi van. És akkor Mircsulikától vettem egy jó adag bikfát. A novemberbe. És akkor kérdeztem Mircsulika, Szomajá Dukuna, mondtam Mircsulika, no, nem bár, déneség, csúnó, mondom, nem bár. Na, bíne, damna, kündó szávet, ne voljeszem, spónél. Na, mondom neki, bíne, ratos nyáról hozta, érted a bikfát. És hát fel van rakva száradni, úgyhogy nekem jövő télére a bikfám megvan. De azért majd veszek, hogyha lesz, tudod. És akkor azt mondja az öreg, hogy el vannak menve Ausztriába, mind a 2 testvér, ott dolgoznak 6 hónapot, és júliusban jönnek haza. Na mondom, nem baj, de azt mondja, hogy szájban lenne, azt mondja, pentru că merge la curățat pădure. Érted?
kivettük úgy parcellánként a helyeket, és akkor azt ki kell takarítsák. És ami fa van ottan, azt azért, mert takarítnak, nekik adják. Hát ezért is, például Ferenc Sanyika annyi fát hozott Rózsikának a szomszédba, vagy ötször hozott fát. És én megkérdeztem volt egyszer Rózsikát, hogy Rózsika mondja meg, hogy ki hozta a fát, mert hát jó, későn jön, tudod? De hát én hallom, hogy hanykálják le a fát. És akkor mondta, hogy Ferenc Sanyika. Nekik is úgy ajánlotta valaki, és ő is jár erdőt pucolni, és akkor annak a fejébe kapnak fát. És akkor a fát ő adja el, hogy valamire pótolja a pénzt. Na úgyhogy tudd meg, hogy Ferenc Sanyikának is volt fel. Na. Aztán azt mondtam, hogy júliusig végzek a nyugdíjosztálya, és júniusban adom az utolsót, és addig kinyögöm valahogy az adót, és akkor már júliustól aztán tudom venni a fát. Mit csináljuk? De már az idén azt mondtam, hogy valakivel felvágatom, nem merek neki fogni. Tavaly én vágtam fel az egészet, és fel is raktam. De volt egy fárcsutak, Big fából, és mondtam, Levente, én neked adom ezeket a csutakokat, ha tudod, vág fel. Aztán Drusbával elvágta, és bérakta a kazánba, mert az a jó nagy férfi. Na, úgyhogy voltam egy kicsit nagyobb volt, az elhasított a kettőbe, vagy négybe, és akkor már úgy cikkekbe tudtam én hasogatni, mert nem volt nehéz, tudod? Na, csak annyi, hogy ha egyet hirtelen fordul, vagy hirtelen mozdul, menjen ki a válla helyből, mióta ki volt menve a válla. És az olyan fájdalmas, ameddig visszarakják, hogy Isten is őrjük. És akkor inkább ő is felvágassa, tudod, a fát, ha lehet. Tavaly raktam el az övét az egészet érteni. Annyit voltam. Gyere, Levente, segítsél, hasogassad el, csak úgy kettőben mondom, vagy négyben, és én felrakom neked a fádot. Hát szépen felraktam normális. Azt mondja nekem egy szögyem. Hát te, mama, te tudsz aztán fát rakni. Hát mondom, miért? Hát olyan szépen állnak azok a sorok, semmi nem hull le, azt mondja nekem. Mondom, fiam, bocitől tanuljam nagyapától. Mert ő rakta örökké a fát. Nem is szerettem én rakni, az az igazság. De úgy megigazgatta, hogy ez így kellett, a másik mellette be volt fácítva. És akkor mindig, mikor egy olyan fél métert felrakta, akkor tett közéje deszkát. Akkor arra megint rakott egy fél métert. Megint deszkát. Tehát, és a deszkákat ekkora lécekkel összefegezte a két deszkát, evers, azon nem mozdult el. És azon nyugodtan rakta tovább fel a fát. Nem mondom neki, látod, hogy levente. Ezt tanultam. Na. Úgyhogy... Aztán, ez az, na, ami kell, az kell, mit csináljuk? És látod, hogy mind nehezebb, és mind nehezebb, úgyhogy mind abban reménykedik, hogy ameddig élek, addig még kitart az erdő pucolásból, hogy legyen fánk aztán, azután nem bánom, már nem kertünk. Na, hát mit mondjak? Nem igaz, hogy nem lesz azután is, hát lesz. De mikor már a patronoktól leszed, úgy métrisztelve, akkor úgy behúznak cum scriela carte. Ugye Rózsi szokta mondani. Azt mondja, hoznak 10 métrisztel fát, de azt úgy kéne, hogy mikor lerakják, akkor rakják méteres, mert méteresek a fák, és akkor rakják fel egy méter magasra. Ma az egy méter magas kell legyen, egy méter hosszú, és egy méter széles. És az egy métrisztel. Hát de nem rakják. Lehanyigálják, azt mondja Rózsi, csak mondják. De ez egy sem métrisztel. De azt mondja, ott még 8 sincsen, azt mondja. Hát ki kell fizessük, mert örvendünk, hogy van fák. Na, úgyhogy... Hát gondoltam neki, jó, Rózsi, mert ketten fizetitek. Mire na is, te is? Nem egyedül, de én egyedül kell fizessem. Na, úgyhogy.
mindegy, a Jóisten megsegít, csak éppen adjon egészséget, hogy ne legyek beteg, és aztán elintézem, én minden hónapban valamit intézek. Na Orbán, nem tudom, ez is milyen hatást akar Románia és Magyarország között csinálni. Hogy ezek az immigránsok ne tudjanak átmenni a magyarokhoz, mert azt mondta, hogy a románoktól mennek át. Egyik éjjel beszélt. Na. Úgyhogy Orbán Viktor, igen. Mondom, valamikor is úgy volt, hát ez már a régi időkben, hogy vándoroltak az emberek. Magyarok mentek Magyarba, Angliába, Németországba, mindenfelé. A románok is. És akkor közben jött a háború, nem tudtak megegyezni, lezárták a határokat. És többen vissza nem tudtak jönni. És mikor aztán, mikor nyitották meg a határokat? Akkor, mikor a németeknél, mert a németeknél kettő volt választva a Németország, kelet és nyugat. És családok, képzeld el, akik voltak olyanok, hogy nyugaton laktak el, keletbe át voltak menve valamiért. Elvárták, sem engedték többet haza őket. Nos, aztán, mikor leverték azt a nagy berlini falat, akkor megnyitották a határokat. És úgy kerültek, mert emlékszette, hogy valamikor volt a szívküldi. És mind küldték az énekeket szülőknek, testvérnek, mind emlékszel? Na, és azért volt az, hogy annyi magyar el volt kerülve. És aztán most, ha véletlenül ez megbolondul, és lezárja a határokat, akkor még a magyarokhoz se tudni menni. Onnan se tudnak jönni. Na, mert ez a bűje. Ez. Na. Tegnap vagy, tegnap előtt mondta a pasas Viktor, hogy leszakították kerítszövítséget. Igen, igen. És úgy is bélyedtek. A bély mennek, anus, mert ezek el vannak keseredve, érted? El vannak jöve hazulról, és nem akarnak Magyarországon maradni, mert akarnak tovább menni, tudod? De hiába ott mennek át. Na, hát most itt nem mutatta, azt is az éjjel néztem, hogy megérkeztek Galatra, már mondta, hogy hány család volt ott, és akkor tegnap megint érkeztek, talán 12-en. Fiatalok, egy férj feleség, nem tudom hány gyermek. Csak Galatra. Úgyhogy most itt is megkezdték. És akkor kiabáltak ottan, felláltattak az egész emberek, és mentek, és mondták, hogy addig ott lopás nem történt, vagy hogy megfenyegessek valakit, vagy megüssék, de bizony, mióta ezek ott vannak, ilyesmi is történt. Azt mondják, széles pisülni nem, szemben nem lehet. Tudod, mi a helyzet? Úgy mondja, hogy minden menekült ét adnak nem tudom hány száz ezer eurót az unió. És akkor azt megkapja az ország. Aztán, hogy ők hogy, hova teszik, mit csinálnak, nem lehet tudni. És ezért engedik be a sok pénzt. Na, azok is mondták a galaciak, hogy nincs hely, munkahely, ahol dolgozzanak, semmi kereseti lehetőségük nincsen. Nem tudják tartani fent a családot. Akkor hogy fogadják be ezeket az ingyen élőket? Azt mondja, hogy hát elég idős ember volt, de az ügyes úri ember. Menjenek vissza onnan, ahonnan jöttek. Mi sem menjünk sehova, és dolgozzanak, hogy éljenek meg. Na, úgyhogy. De olyan cigán formájuk van. Igen, minden feketék. Na, nem, cigán formájuk. Úgyhogy ne látod, hogy szállítsa a cipőt a gyermeknek. Ott vannak, nem ennyi sátor van, anus. Hát ezekben a nagyokban vannak, vagy 10-12-en biztos. És akkor mennyi van? Hát ezrivel vannak. Immigránsok.
Na jó, menjek haza, egy órában múlva. Nem teszed hangosabbra, hogy halljad, mit mond? Ne. Nem teszed hangosabbra, hogy halljad, mit mond? Ez is a blokkámnak a műve, hogy leveszi a hangot. Ő az úrfiam, ő az ura házne. Nem mozog. Na jól van, akkor menjek. Még fát nem hoztam máma, elüsták. Még nem hoztam fel fát az emeletre máma. Hát volt két nagy dobozom, vétéve a konyhába az asztal alá. És felvittem volt a nagy szobából, ami nem olyan nem volt... Na, ezt beszél most meg. Mi veletek az úton történni fog. Mi nem csábítunk titeket erre az úton. Na, hogy belé volt rakva a savanyúság, skompót, ami olyan volt, féltem, hogy a nagyszobában megfagy, ha nagy télet, és felvittem a konyhába az asztal alá. És akkor most már, hogy melegebb van, most hordom megint vissza, de ott a pihentetőre, tudom, csak nagy dobozba, és ahányszor jövök le, vagy menjek vissza, hozok egy-egy netszelle. De hát annyi uborkám van. Megetted, etted az uborkát, vagy mennytettél belőle, baki? Na. Úgyhogy... Ezzel a testület egy hangú döntéssel kezdeményezte a Najfai ideiglenes állomás bezárást. Az algyűjek arról panaszkodnak, hogy a befogadó állomásról kilépő vagy a befogadó állomás akár jogellenesen elhagyó, magadják, kikultálják az algyűjeket, és az anyán élők pedig nincsenek biztonságban. Tudomásom van arról, hogy tavaly októberben a Nagyfei táborban fogolyzőzőre került sor, ahol mintegy tucatnyi bevándorló ellen indult eljárás. És most kapcsolunk Mártéra, Magyarországhoz, szervusú napot kívánok. Miről döntöttek pontosan a hódmezővásárhelyi képviselők, és ennek egyébként milyen következményei lehetnek? Köszönöm a nézőket. A hódmezővásárhelyi képviselők arról döntöttek, hogy arra kérik a kormányt, hogy a Nagyfai tábort az mielőbb zárják be. Illetve arról is döntöttek, hogy azt is kérni fogják, hogy egy hódmezővásárhelyen működik egy befogadó, ahova 18 éven aluli gyermekeket helyeznek el, akik szintén bevándorlók, és azt sem szeretnék, hogy őket itt helyezzék el. Visszautasítanak mindenféle olyan idegenrendészeti tábor, vagy pedig befogadót, amit esetlegesen itt a környéken nyitnának, és itt helyeznének el migránsokat. Biztonsági kockázat, ezt mondják a hódmezővásárhelyiek, és ugye ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak még a hét elején az algyőiek is, akik szintén ugyanazt kérik a kormánytól, hogy mielőbb zárják be a Nagyfai tábort. Tekintettel arra, hogy ez egy nyílt befogadó, és ezek az emberek, akik jelenleg itt vannak elhelyezve, több mint 200-an folyamatosan kibejárhatnak, és ezért megjelennek a településen is. Ugye nagyobb atrocitás ez idáig nem történt, de ugye ezt szeretnék is megelőzni az itt élők. Olyan jól, köszönjük szépen! Bármikor összeomolhat a szívügyi tűz, bár hivatalosan mindegyik fél beszüntette a harcokat, de nem pedig kell a légi támadások és merényletek nélkül. Ugyanakkor több olyan városban, ahol korábban komoly harcok... Na jól, ha menjek haza. Most ez meg a palacsi. Ez meg a palacsi. A palacsitásot ez meg. Na, meddig még ebédeltek, addig van idő. Addig egyél meg bár egyet, sokszám, még egyszer van már. Végre, hogy a minden már eljárhatnak az
Bérogta még a termőmet is, azt hittem fog esni az első, de ne. Úgyhogy... Na jó, amikor kiolvasom a könyvet, hozzám így. Ez az, hogy tudod, vasárnap általában szombaton főzök. Akkor vasárnap, ha tudok, elmegyek reggel a templomba, és aztán akkor nincs dolgom. Viszek fel fát, soha együtt annyit. Na, nem csinálok más, csak olvasok. És akkor persze, hogy hamar kiolvasok. Na, most elhozzam, hogy eljött. Igen, magadra. Érkeznek a segélyszállítmányok a polgárháborús útat a szírvárosokba. Több blokkád alá vont településre hónapok óta nem számíthattak utánpótlást a világszervezetek. Volt, ami át decemberben zárták le a kormányerőt, és azóta nem érkezhet egy jó fel a városba. Végre engedélyt kapunk arra, hogy antibiotikumokat és rágyalunk. Igen, most pedig csinálunk. Jó. Na, sziasztia!